A Magyar Tudományos Akadémia nem kíván foglalkozni a Közgazdaságtudományi Bizottság állásfoglalásával, amelyben a jegybank közgazdasági képzését bírálták. Emellett Lovász László, az akadémia elnöke, aki a jövőre lejáró mandátumának meghosszabbítására készül, nem fogja a közgyűlés elé terjeszteni, hogy visszaállítsák Hóman Bálint akadémiai tagságát. A kormány 7,8 milliárd forintos támogatásával új agrárinnovációs központ épülhet Martonvásáron, jelentette be a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Híradónk arról kérdezte Lovász Lászlót, hogy miként értékeli a Közgazdaságtudományi Bizottság tavaly decemberi állásfoglalását, amely szerint a jegybank és alapítványai ellenőrizhetetlen módon terjeszkednek a szigorúan szabályozott felsőoktatási piacon. A közpénzek felhasználásával pedig álláspontjuk szerint sem a közpénzügyi, sem az akkreditációs szabályok nem érvényesülnek. Közgazdaságtudományi Bizottság állásfoglalása a saját honlapukon megjelent. Nem igazán tudományos kérdésről van szó, ezért én úgy látom, hogy az akadémiának ezzel kapcsolatban további feladata nincs. Ha kormány vagy országgyűlés ezt a nyilatkozatot figyelembe veszi, akkor figyelembe veszi, ha nem veszi figyelembe, nem veszi figyelembe. Az említett honlapot azóta eltüntette az akadémia, ám a jegybank személyeskedő válasza az MNB honlapján még megtalálható. A tagokat ért személyes támadással kapcsolatban én azt hiszem, hogy az ilyen a támadót minősíti. A Tudományos Akadémia elnöke, Hóman Bálint történész, a Horthy korszak közoktatási minisztere és a Nyilas Parlament tagja akadémiai tagságának esetleges visszaállításáról is beszélt. Én nem kívánom az akadémia elé terjeszteni, a közgyűlés elé terjeszteni ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy az a közgyűlés, nem közgyűlés, összesülésnek hívták akkor, mi erről határozott, az a nyilvánvalóan a tényeknek és körülményeknek sokkal jobb ismeretében, mint ami ma rendelkezésünkre áll, döntött. Lovász László hozzátette, az ügyben még nincs jogerős bírósági döntés, ám hangsúlyozta, hogy a kizárásról még 1945-ben a kommunista hatalomátvétel előtt döntött az akadémia akkori tagsága. Lovász László kérdésre válaszolva bejelentette, ha jövőre 3 éves elnöki mandátuma lejártával jelölik, szívesen folytatná a munkát a szervezet élén.